kereszténydemokrata néppárt egy világnézeti párt. Tehát ha esik, ha fú, vannak bizonyos értékek, ami mellett kiállunk. A szabad vasárnap részint, hogy olyan bibliai gyökerű dolog, de minden támadással szemben tényleg nagyon komolyan mondom, hogy alapvetően nem vallási megfontolás, hanem egy szociális megfontolás. Egyébként szerintem helyes dolog, hogyha az emberek szentmisére, istentiszteletre járnak, amint ez a Bibliából következik. De nem ez a motiváció, hanem az a fő motiváció, hogy sok százezer ember van, akit a vasárnap elvétele megfoszt attól a lehetőségétől, hogy a családjával együtt legyen. Bebizonyosodott az elmúlt egy év alatt, hogy egy, semmilyen gazdasági visszaesést nem jelentett. Kettő, semmilyen munkahelyvesztés nem volt. Semmilyen elbocsátás nem volt. Nem, hogy csökkent, hanem növekedett a gazdaság. Tehát a gazdaságra semmilyen negatív hatása nem volt, viszont kimutathatóan a családok sokkal több időt töltöttek együtt hétvégén, megnőtt a turizmusnak a száma, a belföldi turizmusnak a száma, és így tovább, ami jót tett a családok kohéziójára és együttlétére. Mert ennyi szolidaritást kell mutatnunk azon munkavállalók iránt, az a sok százezer kereskedelmi dolgozó iránt, aki ezért nem lehet vasárnap együtt a családjával. Tehát ha már Magyarországon nincs baloldali párt, és az MSZP nem képviseli őket, akkor legalább a KDNP megteszi. Ez a kérdés már odáig fajult, hogy Varga Mihály is megszólalt, és a kormányon belül is láthatóan konfliktusokat gerjeszt. Ez mennyire zavarja, és mennyire látja ezt feloldhatónak a kormányparton belül? Hát ez egyáltalán nem zavar, és ezt most hangsúlyozottan is a cikkben is volt, ami nem Varga Mihály személyére mondom. A helyzet az, hogy a gazdasági társadalmat soha nem támogatta. Matolcsi idején se. Én ezt elfogadom, mert lehet nézni mondjuk egy gazdasági szemüvegen keresztül. Bár megjegyzem, hogy a gazdasági társadalmat és a gazdasági szereplőinek az ellenérve az elmúlt egy év alatt látványosan megdőlt, mert semmilyen gazdasági negatív következménye nem volt. És azt gondolom, hogy most az ország gazdasági teljesítménye lehetővé teszi azt, hogy minél több munkavállaló számára biztosítsuk a pihenésnek a lehetőségét. Természetesen nem adjuk föl. Nézd, nem is lennék véltóak a világnézeti párt névre, hogyha feladnánk. Tehát most megpróbáltuk. Nagy siker egyébként, hogy bebizonyosodott, hogy a gazdasági érvek nem állnak meg a szabad vasárnappal szemben, és folytatjuk a küzdelmet. Itt szerintem a kulcs dolog az, hogy a társadalmat kell meggyőzni. Én megmondom, mert lehet, hogy ez most furcsa, de én abban reménykedem, hogy a gazdasági érvek meggyőzik mondjuk a kormány többséget, de a baloldal tekintetében a szocialista párt is nem egy liberális viszonyulást csinál, ahol a legfőbb kérdés az, hogy a vásárlók hogy élik meg, hanem egy baloldali pártként viselkedve a munkavállalóknak a szempontját hangsúlyozottan fölvállalja. Mert tulajdonképpen a szabad vasárnap kérdését nem a KDNP-nek kellene vinni, hanem az MSZP-nek.